Drága Urunk, menj édesatyánk, hálával jövünk elédbe, és öröm van a szívünkbe, hogy mai nappal is megajándékoztál bennünket. Köszönjük ezt az alkalmat, köszönjük a fehér ruhásokat, és köszönjük azt, hogy a te lelked ma is munkálkodik. Úgy szeretnénk ma is megtapasztalni, megérezni azt, hogy itt vagy közöttünk a Szentlélek által, és megszólítsz bennünket, örömöt adsz nekünk. Kérünk, hogy munkálkodj azoknak a szívében, akik már elfogadtunk téged, és azoknak is, akik még talán ismerkednek veled. És kérünk, Urunk, hogy a te lelkeddel töltsd be mindannyiunk szívét, a te örömöddel, és áld meg ezt az egész napot, az Úr Jézusért kérünk. Amen. Foglalj helyet a gyülekezet. Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Egy különleges alkalmunk van. Hát talán legelőször hadd köszöntselek benneteket, fehér ruhások, és örülünk, hogy itt vagytok, és örülünk, hogy vállaltátok az Úr Jézus követésében ezt a mozzanatot is. Köszöntünk azokat, akik először vannak itt a gyülekezetünkben, akik vendégek. Hát a Egyiptomból érkezett testvérünket is sok szeretettel köszöntjük. Engedjetek meg egy gondolatot, ami a héten jött elém. Tulajdonképpen házat építünk, a mi számunkra nem egy nagyon újdonság, de hogy megcsináltuk az alapot, hát vissza kellett hordani a földet az alapba. Aztán hát egy olyan helyen volt, ahol nyilván előtte elég bozótos lehetett a hely, és hát az alap közepén már körül volt falazva, és ott ki volt nőve, vagy hát ott maradt egy kis hát fa, egy orgonafa, hát egész kicsi ilyen méteres, de egész szépnek nézett ki, és ahogy töltöttük vissza a földet, hát az jutott eszembe, hogy ennek már semmi esélye arra, hogy felnőjön. Hát az jutott eszembe hirtelen, hogy az igében olvasunk egy igét az Ézsaiás prófétánál, amikor az Úr Jézusról olvasunk, és valami hasonló volt, hogy mint egy veszőszál sarjadt ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Hát ilyen volt ez a kis növény is, ez a kis fa, és azt mondtuk, hogy semmi esélye. És valahogy azt gondoltam, hogy amikor az Úr Jézus erre a földre jött, lehet, hogy az ördög azt mondta, hogy semmi esélyed. Mert itt nincs semmi esélyed, és tudjuk már a születésekor, hogy mik történtek. Lehet, hogy amikor mi elindultunk, vagy ti elindultatok, az ördög azt mondta, hogy semmi esélyetek. De tudjuk azt, hogy igenis van esélyünk, mert van egy hatalmas Urunk. Azt olvassuk majd ebbe az Ézsaiásnak a könyvének a utolsó versében, hogy Isten felmagasztalta őt, és mindenek felé odaállította. És mi hisszük azt, hogy akire elindultunk az Úr Jézus követésében, igenis van esélyünk, mert ott van Isten velünk. Az Úr Jézus is megígérte, hogy nem hagyla titeket árvákul. Nemrég hallottuk ezeket az igéket. De majd a János evangéliumában is még olvasuk azt, hogy én örök életet adok neki, és senki ki nem ragadhatja őket az én kezemből. Így induljatok ma ennek az útnak, hogy Isten ott van velünk, és van esélyünk, és senki nem ragadhat ki titeket se, meg minket is az ő kezébe. Hát ezzel a jó kívánsággal vagyunk felétek, és hiszem, hogy megtapasztaljátok, mi is már ezt megtapasztaltuk, és ilyen imádkozó lelkülettel legyünk, amikor rájuk gondolunk, vagy amikor magunkra is. Folytatásképpen énekeljünk egy közös éneket, a gyülekezeti énekes könyvünk 252-es énekét, Boldogok, kik újjá lettek, majd utána az ige hirdetés, vagy ige olvasás hirdetés következik. Thank you.
Halleluja, ámen. Tudjuk ezt mondani egy bemerítési nap, hogy halleluja, és azt, hogy ámen. Nagy öröm van a mennyben, és nem csak a mennyben, hanem közöttünk is, amikor egy ilyen ünnepre készülünk. És mindig úgy öröm van a szívemben, amikor készülök egy ilyen délelőtre, és keresem az igéket, mert olyan csodálatos, amikor látjuk azt, amiről olvasunk. Látjuk azt, hogy valaki átadta az életét az Istennek, hogy valaki döntött, és jó ezt látni az életünkben, jó visszaemlékezni, amikor ez velünk történt meg. És azért imádkozok, hogy valakivel meg ma történhessen meg, akivel ez még nem történt meg. Az apostolok cselekedeteiből fogunk olvasni egy jól ismert történetet, a 8. fejezetet keressük ki, 26. versétől fogom olvasni, álljunk fel és úgy hallgassuk Isten igéjét. Tehát apostolok cselekedeteinek a 8. fejezete, 26. verstől a fejezet végéig olvasom. Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz. Kelj fel és menj dél felé a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, mely néptelen. Ő felkelt és elindult. És íme egy etióp férfi, a Kandakénak, az etiópok királynőnek udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, és Jeruzsálemben járt az Istent imádni, visszatérőben hintóján ülve olvasta Ézsaiás prófétát. Ezt mondta a lélek Fülöpnek. Menj oda, és csatlakozz ahhoz a hintóhoz. Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle. Érted is, amit olvasol? Erre az így válaszolt. Hogyan érthetném, míg valaki meg nem magyarázza? És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel, és üljön mellé. Az írásnak az a szakasz, amelyet olvasott, ez volt. Amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma a nyírója előtt, úgy nem nyitja meg száját. A megaláztatásért elvétetett róla az ítélet, nemzetségét kisorolhatná fel, mert élete felvitetik a földről. Az udvari főember megkérdezte Fülöptől. Kérlek, kiről mondja ezt a proféta? Önmagáról, vagy valaki másról? Fülöp beszélni kezdett, és az írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt az udvari főember. Íme, itt a víz. Mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem? Ezt mondta neki Fülöp. Ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt. Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, leszálltak a vízbe mind a ketten, Fülöp és az udvari főember is megkeresztelte őt. Amikor kijöttek a vízből, az Úr lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta többi az udvari főember, de örvendezve haladt tovább az útján. Fülöp pedig azótozba került, és végigjárva valamennyi várost, hirdette az evangéliumot, míg Cézáreába nem ért. Imádkozzunk! Isten, köszönjük a te igédet, köszönjük, hogy élő és ható, köszönjük, hogy aktuális, köszönjük, hogy a szívünkig hatol, és nem vesztett erejéből. Arra kérlek, Istenem, hogy azon túl, hogy ma ünneplünk, és mi is örvendezünk, ahogy ez a férfi, arra kérlek, hogy te érints meg minket, és különösen azokat, akik még nem döntöttek melletted, és még van akadály az életükbe, hadd mondhassák, Uram, ma azt, hogy mi akadálya annak, hogy Jézus mellett döntsek. Kérlek, hogy a te lelkeden keresztül tedd élővé mindazt, amit elhangzik, add, hogy meghalljuk és megértjük a te szavadat. Jézus nevébe kértem. Amen. Foglaljunk helyet. Azt a címet adtam ennek a délelőttnek, hogy nincs többé akadály. Nincs többé akadály, és remélem, hogy egy néhány perc múlva megértjük, hogy miért neveztem így ezt a mai délelőttöt, hogy nincs többé akadály. Arról olvasunk, hogy van egy férfi, Fülöp, akinek az Isten lelke azt mondja, hogy Fülöp, te most menj el egy néptelen útra. És nagyon érdekes, hogy megnézhetjük ezt a történetet, hogy kikről szól ez a történet. És mondhatnánk, hogy hát először Fülöpről szól ez a történet, de van már valaki Fülöp előtt. Volt egy angyal, aki indította Fülöpöt, de van valaki az angyal mögött. Ki az, aki ezt az egészet elindította? Isten. Isten volt az, aki azt mondta Fülöpnek, hogy Fülöp, van 3000 megtéretlen lélek ezen a néptelen úton. Menj el és beszélj velük. Ezt mondta neki az Úr. Van egyetlen egy ember. Van egy ember, aki miatt én elküldlek téged.
És honnan küldte el őt az Isten? Hol volt éppen Fülöp? Mit csinált éppen Fülöp? Samáriában volt egy óriási ébredés kellős közepén. Azt mondja az ige, hogy betegek meggyógyultak, csodák történtek, az egész város megtért az Úrhoz, és Fülöp volt, aki ezt vezette. Ő volt ott a vezető, végigjárhatott az utcán, és azt mondta, hogy na igen, ez már valami. Az Isten cselekedett, és engem használt, és milyen jó ez. És az Isten kiragadja innen Fülöpöt, és azt mondja, hogy jó van, Fülöp, most menj el egy másik fontos helyre, egy néptelen útra. Hadd hozzak egy képet. Nem tudom, hogy hogy nézett ki ez az út akkor, de azt mondja róla a Biblia, hogy néptelen volt. Egy járatlan ösvény. Egy olyan út, ahol nem találkozott az ember gyakran utazókkal, nem volt tökéletes az útrendszer, és azt mondta az Isten neki, hogy menj el oda. És ez a Fülöp engedelmeskedett. Tehát megnézhetjük, hogy volt először is egy Isten, aki azt mondta Fülöpnek, hogy Fülöp, menj el, én akarom, hogy beszélj ezzel az etióp kincstárnokkal. És hadd hirdessek most egy örömhírt, hogy azért ülhettek most itt, mert volt egy Isten, aki gondolt rátok. Volt egy Isten, aki akarta, hogy megismerjétek őt. És ha még most úgy ülsz itt ezekben a padokban, hogy még nem ismered az Istent, akkor hadd mondjak neked egy jó hírt. Van egy Isten, aki gondol rád. Van egy Isten, akinek számítasz. Te egy magad is. Ő egy emberért elküldte Fülöpöt. Egy néptelen, egy hosszú utazás, hogy menjen és beszéljen vele. Azért, mert ott volt valaki, aki kereste az Istent. És te egy magad számítasz az Istennek. Ez egy olyan örömhír, hogy ezt megértjük, hogy számítasz az Istennek. Ez az igazi felértékelés. Felértékelődik az életem. Mert nem valami fontos embernek számítok, nem valami elnöknek, focistának. A Teremtő Isten gondol rád, tud rólad. És a Teremtő Isten, aki ezt a világot a kezében tartja, ő gondol rád, és számítasz neki. És ahogy Jézus azt mondta, hogy a pásztor utána ment az egyetlen elveszett juhának, így Isten gondol rád. Nem tudom, hogy milyen élethelyzetben vagy éppen, az Isten mellettél, az Istentől távol, közeledsz vagy távolodsz tőle, de hadd mondjam neked azt, hogy az Isten gondol rád. És az Isten akar téged megmenteni. És tehát van egy Isten, aki ezt az egész folyamatot elindította, és aztán volt egy Fülöp, aki engedelmes volt. És úgy hiszem, hogy a ti életetekben is voltak Fülöpök. Nem biztos, hogy ez volt a nevük, de voltak olyan emberek, akik engedelmeskedtek az Istennek is. És bizonyságot tettek, bemutatták a példát, engedelmeskedtek az Istennek is, és rajtuk keresztül megértettek valamit az Istenből. És Fülöp egy nagyon-nagyon bátor és egy nagyon engedelmes tetre szánta el magát, mert elment az ébredésből egy ilyen helyre. De kérdezem én, hogy az Isten meddig hajlandó elmenni érted? Fülöp hajlandó volt elmenni ilyen néptelen útra. Meddig hajlandó az Isten elmenni érted? Hát pontosan eddig. Fülöp elment egy néptelen útra, egy nagyon-nagyon nehéz körülmények vártak rá, de az Isten eddig hajlandó elmenni érted? Ő elment érted az út végéig, a legvégére. A keresztig, a kínhalálig, és vállalta azt, hogy én elmegyek érted. Nem csak egy olyan ösvényre, ahol kevesen járnak, én elmegyek érted a keresztre. Ennyire számítasz az Istennek. Ő ennyire szeret téged. Azt mondja a Biblia, hogy ő nem akarja, hogy egyetlen ember is elvesszen, hanem hogy mindenki üdvözüljön. És ha eddig azt gondoltad, hogy az életed nem számít, vagy úgy voltál vele, hogy egy vagyok a sok közül, nem is számít, hogy élek vagy meghalok, nem változtatok semmin, nem vagyok értékes, akkor hadd mondjam a neked, hogy nagyon értékes vagy, mert az Isten eddig volt hajlandó elmenni érted. Ennyire szeret téged az Isten. És amikor odaér Fülöp ehhez az emberhez, akkor hallja, hogy az Ézsaiás könyvéből olvas. Mondhatnánk, hogy hát ez magas labda, hát Ézsaiás könyvéből mindenki el tudja magyarázni a megváltást, mi lett volna, hogy a másból olvas. De ez az ember éppen akkor az Ézsaiás könyvét olvasta, méghozzá éppen Jézusról egy proféciát. És Fülöp egy nagyon érdekes kérdést tett fel neki. Érted, amit olvasol? Ez egy nagyon-nagyon bátor dolog volt. Képzeljük el, hogy ott megy Fülöp, aki is egyszerű öltözékébe, talán szakadt szandájába, meglát egy hatalmas kíséretet, egy hintót, előtte, mögötte katonai kíséret, és oda megy a főemberhez,
egy tanult, nagyon magas pozícióban levő főemberhez, és megkérdezi, hogy érted, amit olvasol? És ez az ember azt mondja, hogy hát nem. Nincs, aki megmagyarázza. Hát honnan érteném, hogy miről beszél ez? Olvasta, de nem értette. És hadd kérdezzem meg most tőled, hogy érted? Érted az Istennek a kegyelmét? Lehet, hogy itt ülsz a gyülekezetben nap, mint nap, lehet ez egy hintó az életedbe, lehet, hogy magas tisztviselő vagy, lehet, hogy gazdag vagy, lehet, bármi lehetsz, de érted, amit olvasol? Érted az Istennek a kegyelmét? Megértetted már? Megértetted már, hogy mennyire szeret, hogy mennyire meg akar téged menteni? Én 13 évig ültem gyülekezetbe, úgyhogy nem értettem. Minden egyes alkalommal ott voltam, ha akartam, ha nem. Ott voltam a gyülekezetbe. Tudtam, ismertem, de nem értettem. És eljött egy nap, egy november 8-ai nap, mikor az Isten megértette velem. És megértettem, hogy hát ez az, amit eddig nem értettem. És arra hívlak téged, hogy ma nyisd meg a szíved az Isten előtt is. Mondd azt, hogy Istenem, én még nem értem. De kérlek, hogy mutasd meg nekem, hogy mi ez az egész, hogy ki vagy te, hogy mi a kegyelem, hogy mit tett értem az Isten. Nem akarom csak tudni, szeretném megérteni a szívemmel. És hogyha megnyitod a szíved, akkor az fog veled történni, ami történt ezzel az etióp kincstárnokkal. Hogy megnyitotta a szívét, megnyitotta az ő hintóját, és utána megértette. És azt kérdezte Fülöptől, hogy Fülöp, itt a víz. Van valami akadálya, hogy én most bemerítkezzek, hogy megkeresztelkedjek? És mit mondott neki Fülöp? Mit mondott neki? Nem költői a kérdés, mit mondott neki? Ha teljes szíveddel hiszel, ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Ez a feltétel. Nem mondott több feltételt, nem mondta, hogy hát figyelj, kedves etióp kincstárnok, itt van egy lista 35 tételről, ezeknek meg kellene felelned ahhoz, hogy bemerítkezhess. Mit mondott neki? Ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet, mert a bemerítés ennek a pecsétje. Az Isten még nagyon sokat formál rajtunk, azóta is, hogy bemerítkeztünk, sőt, mennyit formál az Isten rajtunk nap, mint nap. De a bemerítkezésnek a feltétele, hogy ha teljes szívedből hiszed, akkor lehet. És azt mondta ez az ember Fülöpnek, hogy igen, én hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia megváltó. És ez bőven elég volt. És most hadd tegyem fel a kérdést, hogy van valami akadálya még az életedbe? Mert hadd menjek vissza egy képpel, hogy az Isten minden akadályt elvitt az útból. Mi emberek elrontottunk mindent, vétkeztünk. A bűn az azt jelenti szó szerint, hogy célt tévesztettünk. Nem számít, hogy mit követtél el, nagy vagy kicsit emberi mérték szerint eltévesztettük a célunkat. Hogyha egy nyílvesző nem talál bele a céltáblába, az célt tévesztett. Nem számít, hogy 3 méterrel ment odé, vagy 5 kilométerrel, elvesztettük a célunkat. És jött valaki, aki ezt helyreállította. És azt mondja a Biblia, hogy az ő igazsága által lehetünk mi igazak. Ő átvállalta a te és az én bűnömet azért, hogy nekünk ezt már ne kelljen. És hadd mondjak erre egy példát, hogy talán jobban megértsük ezt. Van egy tökéletes Isten, aki teremtette ezt a világot. Szent, igazságos és szerető. Ő látja, hogy mi elrontottuk, hogy vétkeztünk és fellázadtunk ellene. Mit tehet ilyenkor az Isten? Mondja azt, hogy hát a szőnyeg alá söpörjük, mintha nem is vétkeztek volna, kicsit félre tekintek. Az Isten nem teheti ezt meg. Ő szent, igazságos és nem tud szemet hújni a bűn fölött. Nem engedhet be valakit a mennyországba, ami a tökéletes tisztaságnak a helye. Képzeljük el, hogyha egy menyegzőre készülünk, egy hatalmas termet előkészítünk az ünnepi vacsorára, minden gyönyörű hófehér, és beengedünk oda egy sáros malacot. Mi fog ott történni? Lehet azt mondjuk, hogy de én annyira kedves akarok lenni ez a malachoz. Hadd menjen már be, szegény. Tönkre tesz mindent. Ami tiszta és szép volt, azt is elrombolja, mert ilyen a malac. Ez a természete. És az Isten nem engedhet be minket bűnösen és mocskosan. Nem hunyhatott szemet e felett. És akkor mondja azt az Isten, hogy hát, bűnösök vagytok, koszosak vagytok, ti hibátok, mentek a pokorra. Megtehette volna. De ő, mivel nem csak egy igazságos Isten, hanem ő a szeretet, azt mondta, hogy ezt én nem akarom, nem engedhetem meg, hogy ez történjen.
És kereste a megoldást, hogy lehet azt, hogy a bűnnek büntetése legyen, hogy igazság legyen, de hogy lehet azt, hogy a szeretetemből megmentessem őket. És itt látjuk a példát, hogy az Isten azt mondta, hogy a bűnnek büntetése van. A bűn következménye a halál. Ezt mondja a Biblia. De azt mondta az Isten, hogy én fogok meghalni, hogy a bűnnek legyen büntetése, de ők fognak életet kapni, mert szeretem őket. Hát ilyen az Isten. És kérdezem, hogy van-e még akadálya annak, hogy mellette döntsél? Mi akadályoz meg téged abban? Azt olvassuk utána, hogy Fülöp eltűnt, az Isten elragadta őt, teleportálta egy másik helyre. Viszont az etióp kincstárnok olyan szomorúan és bánatosan folytatta az útját. Nem. Örvendezve ment tovább, mert egy változás történt az életébe. Az Isten kicserélte őt, és örvendezve ment tovább. November 8-a óta, amikor én döntöttem, azóta örvendezve élek. Nem azt jelenti, hogy mindig mosolygok, de olyan örömöt adott az Isten, amit addig nem is ismertem. Azért, mert elvette a halált, és életet adott. Hogyha szeretnéd ezt, hogyha szeretnéd örvendezve élni az életedet, hogyha szeretnéd az új életet, akkor kérdezem, hogy mi akadályoz meg téged abban? Én féltem sok mindentől, mielőtt az Isten mellett döntöttem, de végül azt mondtam, hogy nincs több akadály. Nem számít, hogy ki mit gondol, nem számít, hogy fiatal vagyok, vagy mondhatnád, hogy nem számít, hogy idős vagyok. Olyan jó volt nemrég egy 82 éves testvérnek a bemerítkezésén ott lenni. 82 évesen pedig gyülekezetben élt. Döntött az Úr mellett. És mondta, hogy át én már idős vagyok, ott mindig fiatalok ülnek. Nem. Az Isten mellett döntött. És az Isten gyermeke lett. Kérdezem, hogy van-e akadálya? Ha nincs akadálya, akkor a Biblia azt mondja, hogy örvendezve ment tovább ez az ember ezen az úton. Ez a legfontosabb döntés, amit ebben az életben meghozhatunk. Sok mindent döntünk, párkapcsolatban, pályaválasztás terén, fontos dolgok ezek. De ezen a döntésen az örök életed múlik. És én arra hívlak téged, hogyha még akadálya van, akkor ezeket tedd félre, és mondd azt, hogy Istenem, én elhiszem ezt. Én hiszem azt, hogy Jézus az Isten fia megváltó, és már semmi sem gátol meg engem abban, hogy ezt megmondjam. És amikor ezt megértette az etióp kincstárnok, akkor ez a felismerés őt tetre késztette. Azt mondta, hogy itt a víz, hát mire várjak még? Értem, tudom, nem kell már várnom. És most itt vannak hárman, akik így döntöttek, hogy íme itt a víz, mi akadálya annak, hogy én most bemerítkezzek? Számukra már nincs akadály. És nem sokára halljuk majd az ő bizonyságtételüket, hogy ők hogy jutottak el erre a pontra. Én arra bátorítlak, hogy nagyon figyelmesen hallgasd őket. Három életről fogsz hallani, ahogy ők találkoztak az Istennel. Minden bizonyságtétel egy kicsit más, mert mindjárt másak vagyunk. De mindegyikben felismerheted az Istent. És erre bátorítlak, hogyha még ezt nem tetted meg, akkor ragad meg ezt a mai napot. Ragad meg ezt a mai napot arra, hogy az Isten mellett döntsél. Nem tudjuk, hogy mi jön ezután, nem tudjuk, mi fog történni. Azt tudjuk, hogy ez az ember örvendezve folytatta az útját. Volt egy másik férfi, ezzel hadd zárjam a soraimat. A gazdag ifjú oda ment Jézushoz. Azt kérdezte, hogy jó mester, mit kell tennem, hogy örök életem legyen? És Jézus elmondta neki, hogy mi az ő életében az a bálvány, amitől meg kellene szabadulni. Az ő életében ez a vagyon volt. Nagyon nagyra tartotta az ő pénzét. És nem a pénzzel van a gond, hanem azzal volt a gond, hogy az Isten helyébe lépett az életébe. És amikor Jézus elmondta neki, hogy van egy akadály, hát ő meg kéne szabadulnod. Ez az ember nem akarta, és ő nem örvendezve ment tovább, hanem búskomoran, szomorúan ment el Jézustól. Mert hallott a megoldásról, de nem akarta megfizetni az árát. Egy választás előtt van az ember, mindegyikünk választás előtt vagyunk, és választhatsz, hogy melyik ösvényt szeretnéd járni. Én azért imádkoztam, és azt kérem az Istentől, hogy válaszd az életet. Azt, hogy örvendezve menjünk tovább ezen az úton. Mert az Isten mindent akadályt elvett az útból, és azt mondhatjuk, hogy nincs több akadály. Az Isten felajánlotta az ingyenes kegyelmet, amiért nem kell megdolgoznod, nem kell jóvá tenned magad, az Isten felajánlotta ezt neked. És ahogy a fodrászhoz sem úgy megyünk el, hogy előtte megszépítjük a frizuránkat, hogy nehogy már rossz hajjal menjek el a fodrászhoz. Pont azért megyünk a fodrászhoz, mert meg kell igazítani a hajunkat.
Ugyanígy nem kell magad jóvá tenned ahhoz, hogy az Istenhez gyere. Amint vagy, ő úgy vár téged. Ő az, aki téged helyre tud állítani. És én ezt kérem az Istentől, hogy tegye ezt meg ma az életünkbe. Most egy éneket fogunk énekelni az énekkar segítségével, utána pedig titeket kérlek, hogy a bizonyságtételeteket, és azt, hogy ti hogy döntöttetek az Isten mellett, azt osszátok meg velünk. Szeretném még egyszer elmondani azt, hogy hogyan találtam meg az Urat, és olyan jó volt most az ige hirdetést, és előtte a bevezetőt is hallani, mert az Úr olyan sok mindenre emlékeztetett, és hát a legelejétől indulva annyira rám illett ez az egész mai ige hirdetés, és tényleg minden, ami ma elhangzott eddig, hogy már a legelejétől nem kellettem senkinek. Tényleg édesapám házasságban élt, amikor megismerkedett édesanyámmal, és aztán én megfogantam, de igazából nem kellettem senkinek. Egy nagy botrány voltam az egész család életében, mindkét oldalon, és hát így indult az életem. Aztán az Úr megmentett, és megszülethettem, és megáldott annyira, hogy
Nem nőttem föl teljes családban, de édesapámmal azért nagyon jó kapcsolatom lett, a saját nevérhevet, de elég, nem akarok most feltétlenül a részletekbe belemenni személyesen, szívesen, csak nagyon hosszú lenne, de hát elég, tényleg elég hányatott gyerekkorom volt, sok családban a felnőttek nagyon sok rossz döntést hoztak meg, és ennek mindannyian viseltük a következményét, és nagyon-nagyon-nagyon sokszor kellett ezzel küzdenem gyermekkoromban, hogy én nem számítok senkinek. És mikor én egész kisgyermek voltam, akkor édesapámnak a húga, az én nagynéném, ő akkor fogadta el az Úr Jézust, és neki van két gyermeke, akik hozzám közel állnak korban, és édesapám még nál is sok időt töltöttem, és ő elvitt hozzájuk is elég gyakran, főleg mivel a nagyszüleimnél éltek, és ugyan a nagyszüleimmel is találkoztak, és az unokatestvérem, a lány, ő 3 évvel fiatalabb nálam, és nagyon sokat játszhattunk így együtt, és a mai napig nevetünk, most már nevetünk rajta, hogy én elég sokszor jól elagyabugyáltam őt, hát a haját húzgáltam, hát elég szépen elnyomtam őt mindig, amikor együtt játszottunk, és most, hogy nekem is ugye már van két gyermekem, sokat kérdezgettem a nagynénémet, hogy így, amikor rám nehezedett ez, hogy ő miért nem mondta meg apukámnak, hogy ne vigyem már engem oda, mert én az ő lányát rendszeresen megverem. És hogy ezt ő így, hogy viselte, meg hogy állandóan civódtunk. És hogy tényleg ezt így hogy viselte, és az jut erről eszembe, hogy tényleg ott voltam, aki csak konfliktust hozott a családba, botrányt, aki igazából az elejétől nem kellett senkinek, és az Úrnak mégis kellettem. És ott volt Isten a háttérben, aki engem mindennek, minden körülmény ellenére, minden tiltakozás ellenére megformált, megteremtett, és életre hívott, és aztán lett egy olyan életem, amilyen lett, és nagyon tényleg... Nagyon sok bűnöm volt már gyerekkoromként is, ami a keserűségből jött, abból, hogy nem éreztem azt igazán, hogy kellenék, hogy szeretnek. Nyilván ezt a körülöttem lévő emberektől, a szüleimtől vártam el leginkább, a nagyszülőktől, akik ismertek engem, és úgy éreztem, hogy nem kapom meg olyan szinten, ahogyan én szeretném, pedig szerettek ők, csak sok körülmény ezt fölülírta, és ott voltam, mint egy borzasztó gyerek, akiről amúgy ez nem látszott, mert elég kis szürke egér voltam, és úgy az iskolában is jól tanultam, de belül borzasztó indulatok dúltak bennem, amiket így vezettem le, amikor tudtam. És olyan jó volt azt megéreznem, amikor főleg akkor, amikor a nagynénémmel beszélgethettem, és ő, mint frissen megtért is, és évekkel később is olyan nagy örömmel adta át mindig nekünk, és mesélt nekünk arról, hogy miket tanult az Úrtól, az Úrról. Néha, amikor náluk voltam, eljárhattam vasárnapi iskolába az unokatestvéreimmel, és ott is olyan dolgokat hallottam, amiket előtte sosem, és az Úr megmutatta nekem, hogy ő létezik, hogy nem csak mesél, nem csak beszélünk róla, és hogy én kellek neki, hogy ő szeret engem. És ez olyan erő volt számomra, hogy eleinte én is tiltakoztam, mert kezdtem érezni, hogy ez olyan változást hozna az életemben, hogyha elfogadnám az új életet, amit az Úr Jézusban ad, amit nem biztos, hogy akarok, hogy akkor majd nem biztos, hogy mindig úgy alakulnak a dolgok, ahogyan ezt én szeretném. Nem biztos, hogy jó az, amit csinálok, hogy szabad a rossz, a negatív indulataimat, érzéseimet mások felé kiadni, de akkor hova fogom tenni, mit fogok vele kezdeni. És olyan jó volt, azt egy csendes hétre elmehettem, ami egy csoda volt, mert édesanyám
nem igazán engedett el még a osztálytársaimhoz sem, akikkel egy lakótelepen laktunk, és 14 évesen úgymond teljesen egyedül elengedett Nyíregyházáról ide a Pest megyébe egy egyhetes lány, ilyen lányoknak, fiatal lányoknak szervezett csendes hétre. És hát tényleg ez is egy csoda volt, hogy egyáltalán eljuthattam, és közben a Johnny Erickson-nak az életéről szóló könyvét olvastam, és ott is a fiatal lányokkal, ahogy az igét tanulmányoztuk együtt, ez volt az első olyan igazán intenzív adag az életemben az Úrból, amikor úgy éreztem, hogy én ezt nem akarom így tovább. Én nem tudom, hogy hol kötnék ki nélküle, nem tudom, hogy milyen rossz döntéseket hoznék meg, illetve már kicsit láttam előre, hogy ha erre vagy arra mennének a dolgok, akkor sodródnék velük, vagy egyszerűen nem tudnék tenni ellenük. És olyan jó volt azt érezni, hogy nem kell úgy lennie, nem kell, hogy egy nyomorult és szerencsétlen életem legyen, nem kell, hogy mindig úgy érezzem, hogy én csak kallódok, én nem kellek igazán senkinek, vagy egyik kapcsolatból a másikba bukjak bele, hogy mindig érezzem, hogy valaki, mindegy, hogy ki vagy meddig, de hogy valaki elfogad és szeret egy darabig, hanem ott volt ő, aki lenyúlt hozzám, akinek nem számított semmi, nem számított, hogy én milyen voltam, nem számított, hogy honnan jöttem, csak az, hogy én az övé vagyok, ő engem teremtett, magának teremtett, és elküldte az Úr Jézust azért, hogy végre tényleg az övé lehessek, és azt az életet élhessem, amire ő elhívott engem. És akkor azt mondtam, hogy én ezt nem akarom tovább hurcolni, ezt az egészet magammal, a bűneim terhét, azt, hogy nem tudom, hogy lesz, mi lesz az életemben, hanem el akarom megedni az egészet, és újat akarok kezdeni az Úr Jézussal, és akkor nem tudtam, hogy megtértem igazából, csak ezt elmondtam az Úrnak, ott azon a csendes héten, és annyira más lett minden, nem volt aznap se tűzijáték, és semmilyen ilyen jelenség nem kísérte, csak a szívemben, amiről itt is beszéltünk, hogy olyan örömet adott nekem az Úr, amit öröki az enyém lesz, és soha senki nem veheti el tőlem, és én most már mindig az övé vagyok, és újat kezdtem, és most is, amikor, ez nem jelenti azt, hogy most nem vagyok bűnös, most is sajnos halmozom a dolgokat, és most már tudom is, hogy nem kéne, és megkapom az erőt az Úrtól, de elbukom én is, és olyan jó tényleg, még csak a másnapot sem kell megvárnom, hanem ott van ő akkor is, és most is. Tudhatom, hogy az Úr Jézus elvette ezt tőlem. Oda mehetek, új erőt kérhetek, és újat kezdhetek. Bármikor, bármennyiszer, és olyan áldássá vált tényleg annyi minden az életemben, és ez olyan dolog, amit soha senki nem vehet el tőlem. Köszönöm. Üdvözlöm a testvéreket. Az a helyzet, hogy én nagyon izgulok, és ezt reggel éreztem, hogy hát a reggel az egy kicsit más volt, mert inkább idegeskedés volt, mint izgalom. És aztán olyan csodálatos dolog a házasság, hogy az Úr annyira meg tudja áldani, adott nekem egy olyan feleséget, akihez adott fordulhatok bármikor, amikor szükségem van segítségre. És így imádkoztunk reggel, és utána éreztem azt, hogy ez az idegesség, ez átmegy ilyen békés izgalomba, és utána már ezen el tudtam gondolkodni, hogy akkor ez mi meg, hogy van ez. És igazából azért izgulok, mert hogy ez fontos nekem nagyon. És minden olyan dolog, ami az ember életében fontos, ugye az izgalommal tölti el, és érzi bent ezt a vibráló feszültséget. És mégpedig azért fontos, mert ez egy olyan pecsét, ami végigkísér ezután az életünkön, és egy olyan döntés, ami az embernek az egész életét, sőt, hát ugye az élete utáni szakaszt is meghatározza, és ez nagyon, nagyon fontos. A másik gondolat, hogy
nagyon jó volt, amit Barnus mondott itt most délelőtt, és ezt én is teljesen a magaménak éreztem. Nem tudom, mennyire látszik, hogy a nadrágom fel van hajtva szépen. Amikor ezt vettem föl, akkor azt éreztem, hogy ez nem rám való, ezt nem rám szabták. De olyan jó, hogy Krisztus mindenki magáénak érezheti, hogy igen, őt rád szabták, ő pont a te életedre illik, és mindenkinek illik az életére. Ez mondhatnánk azt, hogy egy univerzális dolog, ami ugye a világban más jelent, mert az, ami a világunkban univerzális, arra általában azt mondjuk, hogy az, ami sehova nem jó. Hát Krisztus pont az ellentétje, ő minden élethelyzetre és minden emberre passzol, és minthogyha tényleg nekem találták volna ki ezt a dolgot, ezt a kegyelmet. Én is hasonlóan Barnoshoz, keresztény családban nőttem föl, és természetes volt az, hogy vasárnap megyünk templomba, és hogy ez otthon beszélünk ilyesmiről, hogy imádkozunk étkezések előtt, utána, hogy Bibliát olvasunk együtt. És ez a természetesség, ez tulajdonképpen egyfajta fátyol volt a szemem előtt. Tehát, hogy a megszokás miatt az ember hajlamos nem érteni azt, hogy pontosan mi ez, mi történik. És eljött az a pillanat 2004-ben egy nyári táborba, amikor azt éreztem, hogy az Úr megszólít engem, hogy tényleg a hív a nevemen, hogy most nem a családról van szó, mint ugye ilyen témákban mindig együtt mentünk a családdal, hanem most csak rám kíváncsi, engem szólít. És hogy ez egy döntés, ezt nekem kell meghozni. És ki kell, hogy mondjam azt, hogy igen, én hova tartozok, hogy én hiszek abban, hogy Krisztus meghalt értem, hogy föltámadt, és hogy én is föl fogok támadni, és elkészítette nekem azt a helyet, amit megígért. És ott volt egy ige, amit szeretnék felolvasni. Ez a Galácia beliekhez írott levél 6. rész 8. verse. Mert aki vet az ő testének a testből alatt veszedelmet, aki pedig vet a léleknek a lélekből arat örök életet. És én akkor ott eldöntöttem, hogy igen, én az Úr Jézust választom és elfogadom, mint az én megváltómat. És ez a mai alkalom pedig ennek a megerősítése, a megpecsételése. És ezért ez nagyon fontos nekem. És nagyon nagy örömmel tört el, hogy a feleségemmel együtt lehetünk itt ketten, és hogy együtt hoztuk meg ezt a döntést, és hogy együtt megyünk ezen keresztül. Ez egy nem csak az én lelkemet erősíti, de a házasságunkat is egy új dimenzióba helyezi. Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Én keresztény családban nevelkedtem, viszont ez nem volt elég arra, hogy én megtérjek, és az Istent válasszam, és ennek az életemben nyomai voltak. Bűnöket hordoztam, és iskolát is kellett váltanom emiatt. Viszont itt ismertem meg a Csillát, aki miatt elkezdtem teaházakra, aztán ifikre járni. Itt még mindig nem döntöttem úgy, hogy az Istent válasszam. Viszont éreztem, hogy van egy űr az életemben. Pascal mondta azt, hogy mindenkinek van egy Isten alakú vákum az életében. Hát én ezt éreztem, hogy van egy ilyen az életemben, és ezt valakinek be kell töltenie. És 2014-ben Tahitót falun egy ifjúsági táborban éreztem azt, hogy a bűneim miatt távol vagyok az Istentől, de ezen változtatni akartam. És Zoárdal beszélgettem, és végül is így döntöttem úgy, hogy a bűneimet Isten kezébe helyezem, és a napokban egy dicsőítés alkalmával tértem meg, és nagyon csodálatos érzés volt. Van egy igevers, hogy üdvösségetek kegyelemből van, és nem cselekedetek által. Hát ezt éreztem én is, hát én kapálóztam Isten ellen, de szüksége volt rám, és azóta is segít, és bátorít, és bármilyen hullámvölgyben is vagyok,
ő mindig fölemel és mindig emlékeztet, hogy nem lenne rossz egy jobb ösvényen járni. Az 1 Péter 1.9-ben van az írva, 8.9-ben van az írva, hogy szeretitek, pedig nem látjátok, hisztek benne, pedig még mindig nem látjátok, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Na hát ez az, ami a megtérésben szép, hogy bár tényleg nem látjuk, és tényleg nincs itt személyesen most az Isten, de elértük hitünk célját, az, hogy a lelkünk egy üdvösségben van, és ez azt hiszem, hogy mindennél fontosabb, ez semmi mástól nem lehet ezt kapni. Ez az, ami örökké való. Köszönöm a figyelmet.
Ezt mondja az Úr, ha mások megfeledkeznének is rólad, én nem feledkezem meg rólad. Íme, tenyerembe véstelek be, az enyém vagy. Pásztor Eszter, a te hited vallomása alapján bemerítelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Az Isten. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, az enyém vagy. Ha vizeken kelsz át, vagy folyókon, azok nem borítanak el, mert veled vagyok. Pásztor Soma, a te hited vallomása alapján bemerítelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Jézus, aki meg akarja menteni az életét, elveszti ezt. Aki pedig elveszti az életét én értem, és az evangéliumért, megmenti azt. Kovács Sevestén, a te hited vallomása alapján bemerítelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Azt mondta, hogy íme, az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek hozzá, vele vacsorálok, ő pedig én velem. Mai napig is érvényes ez az ígérete. Azt mondta Jézus, hogyha meghallod az én hangomat, hogyha érzed, hogy megszólítottalak téged, én nem fogom rátörni az ajtót, nem foglak kényszeríteni. Arra se kényszerítlek, hogy velem törzsd az örök kívánságot a mennyországban. De ha akarod, akkor kinyitod az ajtót, és én bemegyek, és megmutatom magam neked. Én erre hívlak téged, ha még úgy vagy itt, hogy Jézus csak az ajtódon kívül van. Hallod a kopogását, talán már évek óta, de ez még nem az igazi. Viszont ha kinyitod az ajtót, akkor ő bemegy hozzád. Erre bátorítlak téged, hogy legyen ma a te napod, amikor az Isten mellett döntesz. És szeretném ezt nagyon gyakorlatiassá tenni. Szeretném most imádkozni, de arra kérlek téged, bárki is legyél, fiatal, idős, bárhonnan is érkeztél, hogyha szeretnéd ma, hogy az Isten mellett döntsél, és szeretnéd, hogy imádkozzunk érted, én az alkalom végén lemegyek az irodába. Magamra zárom az ajtót, lent az alsó bejáratnál az alaksorba, és gyere be, és szeretnék veled imádkozni. Ezzel is megmutatod a te döntésedet. Ez nem valami varázs cselekedet, de szeretnénk bátorítani a hitedben, hogy a döntést hoztál az Isten mellett. És bátorítlak arra, hogy légy bátor, ne félj, ne az emberekre gondolj, hanem az élő Istenre. És hogyha szeretnéd ezt a döntést ma meghozni, lent az irodába szeretnék még veled imádkozni. De most is kérem, hogy hajtsuk meg fejünket, adjunk hálát a bemerítkezőkért, és kérjük az Isten áldását.
Isten, én köszönöm neked azt, hogy ma még van kegyelem. Én köszönöm neked azt, hogy a te véred az ma még ott áll előttünk, és választhatjuk a Golgotát. Választhatjuk azt, hogy kérünk ebből az áldozatból. És köszönhetjük neked azt, hogy te elveszed a mi bűneinket, hogy megtisztítasz, hogy újját teszel, és egy új életet ajándékozol nekünk. Köszönöm, hogy aki Krisztusban van, az egy új teremtés, a régi elmúlt, és minden újjá lett. Köszönöm, hogy te nevünkön szólítasz minket. Te nem egy tömegként gondolsz ránk, nem emberekként, hanem te személyesen látsz minket. Te személyesen megszólítottál engem is, és hiszem, hogy ma is megszólítottál embereket. Kérlek azért, hogy adj bátorságot azoknak, akik érzik a te kopogásodat, hadd tudják megnyitni az ő ajtójukat, hadd tudjanak ma melletted dönteni. És köszönjük azokat, akik ma már melletted döntöttek, kérünk áldást az ő életükre, hogy tapasztalják a te jelenlétedet életük minden napján. Jézus nevében. Amen. Ugye jó volt látni ezt a bemerítést és ezeket a mozzanatokat. Hát mit tudunk erre mondani? Dicsőség az Úrnak, ugye? És az az imádságunk, hogy az Úr adjon még folytatást ebbe nekünk. Következőben hallgassuk meg Tóka Nemes Nikolett bizonságtevését, és majd utána az énekkar szolgálatát. Sok szeretettel köszöntöm én is a testvéreket. Tegnap, amikor arról volt szó, hogy megkértek arra, hogy bizonságot tegyek, úgy sok minden a szívemre jött, és nagyon mozgalmas hetek és hónapok után vagyok, de Isten a szívem elé hozta, és újra úgy eszembe jutatta az én megtérésemnek a történetét is, úgyhogy gondoltam, hogy ezt úgy röviden elmondom a testvéreknek. Szerintem mindenki tudja rólam, hogy én is keresztény családban nőttem föl, minden vasárnap jártunk gyülekezetbe, ugyanakkor a tinédzser korom elég lázadó módon telt, és megkérdőjeleztem mindent, azt, amit a családban láttam, megkérdőjeleztem az értékeket, amiket a családom képvisel, megkérdőjeleztem a hitet, Istennek a létezését, és elmentem egy olyan irányba, ami teljesen kifelé vezetett a világba, eljártam bulizni az osztálytársaimmal, és a gyülekezetben is csak azért jártam, mert anyukámat nagyon szerettem, és ő mindig mondta, hogy ő nagyon szeretne engem ott látni. A gyülekezetben nincs olyan, hogy nem megyek, úgyhogy ezért ott voltam vasárnaponként. És egy alkalommal nyáron, amikor anyukám egy ilyen keresztény táborra készült, ahol ő tanító volt, arra buzdított engem, hogy menjek vele én is ebbe a táborba, nagyon jó lesz, már többször voltam egyébként kicsiként, úgyhogy tudtam, hogy miről van szó, de éppen arra a hétvégére, amikor így kezdődött volna ez a tábor, az előtti hétvégén, én már leszelveztem a barátnőimmel, hogy elmegyek majd egy sörfesztiválra velük, és hogy élem az én életem, nem megyek anyukámmal sehová, felejtse el. És mindezek az időszakok alatt így tudtam, hogy Isten nagyon keményen formálja így anyukámat ebben a helyzetben, és hogy ő kitart mellettem, és imádkozik értem, és csak szeret. És ezt a döntésemet akkor elfogadta, elengedett erre a fesztiválra, és ahogyan éppen az egyik koncerten így énekeltünk, vagy nem, már én nem tudom, hogy mit csináltam, de így azt éreztem, hogy egyszerűen Isten a szívemhez szól, és azt mondja, hogy nekem most innen el kell mennem, fel kell hívnom valakit, és el kell mennem ebbe a táborba, mert nekem ott van a helyem, ott ő akar majd szólni hozzám, és meg fogja majd mutatni nekem magát személyesen. És akkor így történt az, hogy így a sorok közül kitámolyogtam, felhívtam valakit, akik értem jöttek, és hazamentem, és vasárnap este volt, és emlékszem, hogy anyukám rettenetesen örült, hogy hazamentem, és hogy mondtam neki, hogy én el fogok menni ebbe a táborba vele. És Isten tényleg ezen az egész hét alatt úgy szólt hozzám, hogy elérkeztem egy este, amikor úgy döntöttem, hogy nekem
hogy én tényleg akarom a hitet, és tényleg akarom azt az életet, amit az Úr szánt nekem, mert én ember vagyok, és én az emberi korlátaimba vagyok beleszorítva, nem látom a jövőmet, nem látom azt, hogy mi jó nekem, van egyfajta önismeretem, van egyfajta józanságom, de hogy Isten a teremtő az, aki igazán tudja, hogy én mire vagyok teremtve, és mire vagyok alkotva. És ehhez kapcsolódik egy ige, amit szeretnék felolvasni, ami nagyon kedves számomra. Zsoltárok 139. rész, 13. verstől. Örökkévaló, te alkottad testem, anyám méhében kezed formált engem. Dicsérlek, mert csodálatos módon teremtettél. Bizony, csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Minden tudsz rólam. Még csontjaimat is láttad, ahogy titokban formálódtak anyám méhében. Naponta figyelted, amint alaktalan testem formát öltött. Könyvedben minden része fel volt írva, és a napok is, amikor kiformáltad tagjaimat. Vizsgálj meg, Istenem, világítsd át szívem. Próbálj meg, és vizsgáld meg gondolataimat. Nézd meg, van-e bennem gonosz szándék. Vezess engem az örök élet ösvényén. És akkor azon az estén elnöttem azt, hogy én ezt az Isten szeretném követni, aki ennyire ismer engem, és akinek átadom az életemnek a vezetését. És azóta nagyon sokszor megtapasztaltam azt, hogy Isten tényleg csodálatos módon vezetett engem profécia által, ige által, és segített a pályaválasztásban, segített megtalálni a férjemet, és az elmúlt hónapokban, amikor láttam, hogy anyukámnak így a betegsége így kibontakozik, hihetetlen módon segített az Úr ezt így elhordozni, és erőt adni hétről hétre nekem is, meg így a családomnak is. És van a Jónás könyvében, ezt nagyon sokat emlegettük így a családban, meg ma is reggel, amit olvastam igében, ez így többször volt, hogy mindennek rendelt ideje van, és hogy az Úr úgy intézi, ahogy nekünk a legjobb, hogyha hajlandóak vagyunk neki átadni életünknek az irányítását. És így éltem meg az utolsó estét is, amit anyukámmal töltöttem, hogy mindennek rendelt ideje van, és hogyha Isten van az én életemnek a középpontjában, akkor ő ad elég erőt mindahhoz ahhoz a teherhez, amit esetleg el kell hordoznom. És van egy ilyen gondolat, amit még évelején kaptam, januárban, amikor így kezdtük az évet, ennek az volt a lényege, hogy válasszam az örömöt, hogy choose joy, ki is volt írva így a gépemre, és abszolút ezt tapasztaltam meg az elmúlt hetekben is, hogy ez az én döntésem, hogy amikor az élet nagyon nehéz próbák elé állít, akkor mit választok? A keserűséget, azt, hogy megszomorodok, és vádolom magamat, Istent, vagy a körülményeimet, vagy az örömöt választom, és azt, hogy bízom Istenben, akárhogy is látom azt, hogy mondjuk nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy én szeretném. És ezt kívánom a testvéreknek, és erre bátorítok mindenkit, hogy válasszuk az örömöt, válasszuk Istent, és merjük átadni az életünknek az irányítását neki. Köszönöm.
A Biblia példáját követve most még egy nagyon fontos eseményre fog sor kerülni. Áldást fogunk kérni a bemerítkezetteknek az életére, és különösen fogunk értük imádkozni, hogy Isten lelkének ajándékait árassza ki rájuk, ahogy ezt az igéből tudjuk, hogy gyakran ekkor megtörténik. Azt kérem, hogy a gyülekezet álljon fel, és amíg én és a gyülekezetünknek a presbitere, Óvári testvér áldást kérünk az ő életükre, azt kérem, hogy magunkba mi is ugyanezt tegyük, és kérjünk közösen Istennek áldását az életükre. Kérem, hogy ti térdeljetek le. Hálát adok neked Somáért és Eszterért. Nagyon hálásak vagyunk az ő élő bizonyságtételükért. Köszönjük, Uram, azt, hogy nevükön hívtad őket, és köszönjük, hogy a tiéd. Köszönjük, hogy neked számítanak, és neked értékesek. Köszönöm, hogy a gyermekeid lehetnek, és szeretnénk, Uram, most áldást kérni az ő életükre. Kérjük azt Jézus nevében, hogy árasz ki rájuk még inkább a te szent lelkedet, és te ajándékozz meg őket mindazokkal, amiket számukra kiválasztottál. Add, hogy tudják ezt felismerni, tudják ezt megtalálni, és tudjanak ezzel szolgálni. Kérlek, hogy mutasd meg nekik a te akaratodat, külön kérlek, Istenem, hogy áld meg őket gyermekeik nevelésében, adj nekik bölcsességet, áld meg, Uram, Rubent is, és Elizabetet is, tudják őket te félelmedre és a te szeretetedre megtanítani. Kérlek, hogy áld meg az ő családjukat, az ő házasságukat, erős kötelékkel vett körül, hogy a sátán ne tudja meg se érinteni. Áld meg az ő családjukat, te óvd őket Jézus vére oltalmában, és köszönöm, hogy azt az áldás, amit kérhetünk, hogy te töltsd meg őket naponként jobban és jobban önmagaddal, tudjuk, hogy a te akaratod szerint kérjük. Kérlek, Istenem, hogy amit elterveztél az ő életükre, azt te mutasd meg nekik. Mutasd nekik utat kis és nagy dolgokban, kis és nagy döntésekben, vezéreld őket, és a te szereteteddel közd össze ezt az egész családot. És köszönöm, hogy megtöltöd őket a te szent lelkeddel, csordultig, és köszönöm, hogy megajándékozod őket. Jézus nevében. Amen. Istenem, hálát adok néked Sebestyénért, akit kiválasztottál ebből a világból, akit már gyermekkorában megérintettél, és ismert téged. De Uram, azt a döntést, hogy Jézus Krisztust a szívébe zárja, és hogy követni fogja őt az ő életében, ezt a döntést nem régen hozta meg. Istenem, köszönöm az ő életét, köszönöm az ő példáját a családba, köszönöm, Istenem, hogy hatalmas munkát végeztél el az ő életébe. Köszönöm, hogy olyan feladatokat végez, amely már az ő elhívásához tartozik, bizonyságot tesz rólad, nem csak a testvérei felé, hanem az iskolába is. És Uram, nagy feladatot bízol rá a családba. Istenem, azt kérem tőled, hogy a te drága lelkeddel töltsd be őt. Hagy munkálkodjon a lélek vezetése alatt. Hiszen egyedül a lélek az, amely mindent megvizsgál, amely értelmet ad életünknek, amely tanít, amely végasztal. Uram, ezt a drága lelket kérem, hogy töltsd be az ő életébe, és ennek a léleknek az erejével tudjon ő bizonyságtevő gyermeked lenni. Istenem, áld meg a családját, áld meg szüleit, áld meg testvéreit, hogy ők is hadd lássák meg Sebestyén életén a változást, hogy érdemes téged választani, hogy érdemes a te utadon járni, hiszen az az út, amely a tiéd, az nem csak e földi életben ad biztonságot, reményt, hanem egy örök életet is ad. Uram, áld meg az ő tanulását,
áld meg azokat a szándékokat, amit a jövő tanulásával tervez. Istenem, tedd őt áldott eszközöddé, és segítsd, hogy a gyülekezetbe is hagy legyen az ő élete példamutató élet. Amen. Gyülekezet helyet foglalhat. Most egy köszöntést fogunk meghallgatni. Tudom, hogy legszívesebben mindenki egyen-egyenként most elmondana néhány bátorító szót. Erre majd lesz lehetőség, rövidesen, ahogy véget ér az alkalmunk. Most a gyülekezet és az ifjúság nevében Tóka Norbert fogja köszönteni a bemerítkezetteket, majd a fiatalok egy énekkel, utána pedig még néhány zárszó következik. Szóval, szeretettel köszöntelek titeket, és én örülök annak, hogy itt állhatok. És örülök annak, hogy ti itt vagytok, biztos, hogy ti is örültök. És hát az úrei vagytok, és nagyon jó ezt tudni, és nagyon jó nyugodtnak lenni felőletek. Hogy ez bekövetkezett az életetekben, hogy döntést hoztatok az Úr Jézus Krisztus mellett. És ez a döntés nem most született már meg, már korábban, ugye Sebi lassan talán 2 éve, nektek meg már sok éve, de mégis ez a döntés, hogy vállaltátok a nyilvános vallástételt, az, hogy bemerítkeztek, és amit az Úr Jézus kért tőletek, azt ti megtettétek, ez egy öröm. És nem csak itt nekünk, hanem fent a mennyben is. Én szeretnék 2 igével köszönteni titeket. Az egyik a Lukács evangéliumából, nem, a Máté evangéliumából, bocsánat, de ott is meg van írva, éppen innen olvasom. Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei atyám előtt. A másik ige pedig a Titushoz írt levélből van, 3. fejezetből. De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete, nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által, akit kitöltött ránk gazdagon Jézus Krisztus, a mi üdvözítőnk által, hogy az ő kegyelméből megigazulva reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek. Amen, ezt kívánom nektek, és ez valóság az életetekben, ez nem csak egy kívánság, hanem ennek részesei vagytok, és nagyon jó ezt így látni és tudni. És amellett, hogy vallást tesztek ezzel az életetekben, és kinyilvánítjátok az emberek előtt a hiteteket, teszitek ezt a mindennapokba, én tudom, és tegyétek is ezután, bátorítalak erre titeket. És amit pedig el szeretnék mondani rólatok így, hogy mindhármótokat ismerhetlek, az az, hogy amikor beszélek veletek, vagy ha éppen olvasok tőled valamit, Sebi, akkor érzem a szavaitokon, a gondolataitokon a hitet, és ennek a hitnek a frissességét, amit évek óta őriztek, és őrizzétek meg ezután is. Mert ezt mások is megérzik, hogy a te hiteteknek van egy frissessége, egy valósága. Ez érződik, és látszódik, és ez meg fog ragadni másokat. Úgyhogy maradjatok meg ebben, maradjatok meg az Úr Jézus Krisztusban, a Szentlélekben, és... ez a Szentlélek pedig az, aki biztonságot ad az életetekben. Hogy mindig ott van, mindig fordulhattok hozzá. És újjászült benneteket,
de azt mondja az ige, hogy meg is újít benneteket. Hogyha jön bármi az élet során, ami nehézség, ami gond, ami probléma, akkor forduljatok hozzá, és ő az, aki tud új erőt adni, aki meg tudja újítani valóságosan az életeteket. Hogy menjetek tovább a cél felé, aminek részesei vagytok az örök életnek. Úgyhogy ez egy biztonság az Úr Jézus Krisztussal, és töltsétek be azt az elhívást, amit adott az életetekre. Nagyon örülünk nektek, néhány ajándékkal, illetve egy-egy ajándékkal szeretnélek, akkor a gyülekezet és az ifjúság nevében szeretettel köszönteni titeket. Ez igaz, lesznek majd kérdések, lesznek dolgok, ahogy eddig is tapasztaltátok, de jó, hogy ez az ének megmarad a szívünkben, hogy nem tévedünk el. Ő erőt ad, és ő az, aki majd minden kérésre választ ad. Hát lassan véget ér az alkalmunknak a hivatalos része. Mondtam a bemerítkezőknek, hogy erről a helyről nem hiszem, hogy egy hamar szabadulnak, mert bárki majd jöhet ide őket köszönteni, és néhány kedves szót mondani, ami a szívünkön van, erre hamarosan sor kerülhet. Előtte viszont egy záró, egy befejező éneket fogunk énekelni. Ó, boldog nap! 245-ös számú éneket énekeljük el, ez a befejező énekünk. Álljunk fel, és így fogjuk elénekelni. Yeah.
És végezetül a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, és a Szentléleknek közössége legyen, és maradjon velünk. Ámen. Az Úr közel. Jövő.